Krisztusban, kedves testvérek! Ahogy hallottuk az olvasmányt, Dávid királyról szól, és az evangéliumok egyértelműen tanúskodnak arról, hogy József Dávid király családjából származik. Nyilván tudjuk, hogy fontos a választott nép történetében visszavezetni, hogy melyik családból származik, és a messiás, aki a Dávid királynak az ivadéka, úgy kellett lennie, hogy az ő apja a Dávid királyból származzon. Ha nem is vér szerint, de mégis a társadalom szemében mindenki úgy tekintett rá, mint Jézusra, mint Józsefnek a fiára, aki Dávid fia, Dávid családjából. Nagyon érdekes hasonlatot olvastam Szent Bernáttól, aki összehasonlítja az Úr Jézus apját, nevelőapját a bibliai ószövetségi Józseffel. Azzal a testvérrel, akit a többiek el akartak adni, eleinte meg akarták gyilkolni, de aztán végül is eladták egyiptomi kereskedőknek. És a történet mindannyiunk számára ismerős, hogy ugyan kezdetben rabszolgaként kerül oda, de aztán végén az isteni gondviselés úgy alakítja ennek a Józsefnek a sorsát, hogy a fáraó első embere lesz, gyakorlatilag élet-halál ura, gondoskodik az ő családjáról, és amikor megkeressék egy éhínség idején. És ebben a párhuzamban bemutatja ennek a két férfiúnak a hősiességét, tisztaságát és szeretetét, gondoskodó szeretetét, hiszen Szent Józsefnek is számtalan megpróbáltatáson kellett keresztül mennie, segítenie kellett az ő családját, gondoskodni kellett róluk. És ezt a nehéz feladatot, hiszen világos volt számára, hogy az a két ember, aki az ő legközelebbi hozzátartozója, az ő szerettei, egészen különös kapcsolatban vannak az Istennel, és ennek ellenére mégis számtalan megpróbáltatáson keresztül kell végigvinni őket, a betlehemi gyermekgyilkosságtól kezdve az egyiptomi nehézségekig, ahol gyakorlatilag távol mindentől egy idegen országban kell leélni jó pár évet. József gondviselője az ő népének. Ezért az egyház saját védőszentjeként is tekint Szent Józsefre. Mert hogy ahogy gondoskodott a Szent Családról, ugyanúgy gondoskodik Szent József rólunk is. Én a saját életemből hozhatnék számtalan olyan élményt, amikor valóban megtapasztaltam az ő közbenjáró imádságát és szeretetét, és valahogy mindig meg kellett valaminek előznie, hogy amit őtőle rajta keresztül kértem, hogy ez megvalósulhasson. Végig gondoltam, és van egy olyan mozzanat, amit nagyon fontosnak érzek, hogy megosszak a kedves testvérekkel. Amikor az ember imádkozik és kér valamit, és tele van aggodalommal és görcsöléssel, akkor nagyon az van a szeme előtt, hogy én meg tudjak szabadulni ettől az aggodalmaskodástól. Meg tudjak szabadulni az én félelmeimtől. Nyilván azért is lehet imádkozni. De ha én valamiért imádkozok, akkor valóban azt a dolgot úgy kérjem az Istentől, hogy az beleilleszkedjék az ő akaratában. Szabadon. Minden egyes alkalommal az történt, hogy végül el tudtam engedni azt, amit kértem. Nyilván nem saját magamról volt szó, templomi dolgokról, a rendem életéről, de nyilván ezeket a sajátomnak is érzem persze. És akkor el tudtam engedni, és azt tudtam mondani, hogy nem baj, hogyha ez nem lesz meg. Nem baj, hogyha ez nem fog sikerülni, nem baj. És én ezt őszintén szívem teljes békével el tudtam mondani, abban a pillanatban történt a segítség.
Legalább három ilyen történet van, amit sokszor el szoktam mondani, de az idő szűkössége miatt nem húzom most az időt. De ez tényleg így van. És valaki, és ezt el kell, hogy mondjam Szent Józsefnek az ünnepén, és ez nem velem történt, azért mondom el most. Valaki fölhívott, telefonon beszélgettünk, és nagyon kérte, hogy hát, tudok-e segíteni, a feleségének kellene valami munka, és mondtam, hogy hát nem tudok ilyen formában, de hogy imádkoztatok-e érte. Hát, és akkor mondtam, hogy kérjétek Szent Józsefet, egyik öreg pap azt mondta nekem, hogy őt kell kérni, Szent Antal túlságosan el van foglalva, ha mindenki mindig hozzá fohászkodik, Szent József őt kérjétek. És akkor tényleg elkezdtek egy 9 évet, és 3 munkalehetőség kínálkozott neki, hát nem egy nap alatt, de és azóta már dolgozik. Na most ne értsék félre, nem azt akarom mondani, hogy hókusz-fókusz, egy pajon, aki most munkanélkül, és de tegye meg azért. Tegye meg. De a kölcsönéssel azzal nagyon nagy gátakat teszünk a kegyelem elé, ez biztos. Van ebben valami kihívás a részünkről, hogy meg kell értenünk, hogy valahova és valakihez tartozunk. Egy nagyon jó példát hallottam, nem olyan rég, fagyosszam meg, egy mese a hullámokról, egy nagy hullám, előtt megy egy kicsi hullám a tengerben, az óceánban. És akkor megy a kicsi hullám elől, nagy hullám meg mögötte, ott van. És akkor közeledik a part felé a hullám, és a kicsi hullám látja, hogy hát odaér a többi hullám is a parthoz, és ahogy a parthoz odaér, eltűnik a hullám. Nem lesz belőle semmi. És akkor mondja a nagy hullámnak, hogy hát nézd meg, amikor odaérünk a parthoz, akkor nem lesz belőlünk semmi. Nagy hullám mondja, ó, de buta vagy te. Hát milyen nagy egészhez tartozunk, ha nem is hullám leszel, de leszel más, mert te az óceán része vagy. Szent József, és általában az Istennek szentelt emberek, vagy azt mondhatnám, akit Isten meghív arra, hogy hozzátartozzon, az csak így kell, hogy gondolkozzék. Hogyha egy adott esetben bizonyos helyzet, ez én hullámhelyzetem, szétfoszlik valamiért, mert nekivágódik, vagy elsimul a parton, de ilyen nagy egészhez tartozom. Istennek velem terve van. De nem csak bizonyos fajta részecskékből áll az én életem, egy teljes egésznek vagyok a része. Ezért nagyon fontos az, hogy az aggodalmaink, a félelmeink, azokat föl tudjuk olvasztani ebbe a hitbe, a valóságban. Mert a félelmeink, azok nem valóságosak sokszor, az aggodalmaink. Megérteni tehát, hogy egy nagy egésznek vagyunk a részei. Ezt megértjük, hogy mi Isten örök tervének a részei vagyunk, hogy beletartozunk nyilván az örökké valóságnak a csodálatos világába, akkor sokkal bátrabban tudjuk tenni a dolgunkat. Szabadabban. Ha nem sikerül, nem baj. Újra kezdjük, és újra indulunk, és visszük tovább. Különben a páros mindig nagyon tisztelte Szent Józsefet. Több templom is Szent József tiszteletére szentelődött. Például Nagyszombatban egy nagyon szép páros templom van, amely szintén Szent József tiszteletére lett fölszentelve. Csak rendi hagyományunk megőrizte mind a mai napig egyháznak azt a szokását, hogy szerdán, a szerdai napot Szent Józsefnek szenteli. Mi ezt külön is így tesszük, erre odafigyelünk, a világon mindenütt páros szerzetesek legyünk az világ bármelyik részén, a szerdai napon különösképpen is kérjük az ő segítségét, közeljárását.
Így a mai napon, ugye véletlenek nincsenek, éppen a Páros baráti kör, ugye Szent Józsefnek a ünnepén jön most össze. Szerdai nap van, és 19-e az ő ünnepe. Kérjük az Úr Jézust, hogy először is, ha már lehetek egy kicsit önző, akkor imádkozzunk, és kérjük Szent József közbenjárását páros hivatásokért. Most fejeződött be a rendi nagykártalanunk, és így a rend legfőbb vezetése lett megválasztva, tehát az egész világon élő páros szerzeteseknek az előjárói, vezetői, a rendfőnök és az ő tanácsosai, akik között Arnold atya többször volt már itt nálunk, és ő nagyon szereti a mi hazánkat, és nagyon jó volt látni ezen a nagykártalanon, hogy a világon mindenütt élő páros szerzetesek mennyire fontosnak tartják a gyökereinket, hogy a magyar alapítású szerzetes közösséghez tartoznak, hogy a Pilisben volt az első kolostorunk, hogy a Szent Kereszt tiszteletére szentelte föl Boldogőzsi atyánk ezt a kolostort. Tehát a mai napon kérjük Szent Józsefet, hogy segítsen bennünket hivatások tekintetében, és kérjük az ő közbenjárását a családjainkért is. Amen.